Köszöntöm kedves nézőinket, szeptember 20-a péntek van, a Bajai Televízióban a híradó kezdődik. Egy rövid ízelítő a mai tartalomból. Fejlesztő közösség. Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Bajai Ifjúsági Fórum. Tudományos és szakmai együttműködés. A Bajai Kórházban működhet a jövőben a Semmelweis Egyetem egyik kutatóbázisa. Új úton. Mintegy 140 millió forintból újulhatott meg a Vaskót és Bát Monostor közötti külterületi útszakasz. Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Bajai Ifjúsági Fórum. Az egyedülálló központ az iskolai zaklatások miatt jött létre, ahol új módszereket szeretnének mutatni a fiataloknak, családoknak és a pedagógusoknak egyaránt. A tanulást a szakemberek a szórakozással kötik össze, a közösségi térben ugyanis a legmodernebb elektronikai eszközöket is kipróbálhatják a fiatalok, méghozzá ingyenesen. Ma a holnap lehetősége. A Bajai Ifjúsági Fórum mottója jól mutatja az elsődleges célkitűzést. Az ország első iskolai, munkahelyi és internetes zaklatás ellen fellépő központja pénteken a Városháza dísztermében mutatkozott be először nyilvánosan a nagy közönség előtt. Hall Melinda, a központ megálmodója elmondta, 2012-ben indult az a kutatás, amely az iskolai agresszióval foglalkozik. Ennek során fogalmazódott meg benne a fórum létrehozásának ötlete, amely a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat helyi tagozataként működhet a városban. Nekem egy nagyon pozitív élmény az, hogy tudok újat mutatni a fiataloknak, hogy ezt élvezik, és akkor miközben szórakoznak, remélhetőleg egyfajta bizalmi légkör alakul ki velünk, a munkatársakkal, természetesen nem csak velem, hanem az összes többi rendkívül széles körű gárdánkkal. És ezt láttuk az elmúlt napokban is, mióta megnyitott fizikai valójában a fórum, hogy ténylegesen volt, aki segítséget kért már most. A megnyitón a város vezetése és a térségországgyűlési képviselője Zsigó Róbert is köszönetet mondott a szakembereknek és önkénteseknek munkájukért és elszántságukért. Az ünnepségen dr. Rímer Zoltán tartott előadást az érdeklődőknek az úgynevezett önpusztító magatartás formákról. A neves pszichiátrus szerint fontos, hogy a fiatalok merjenek megnyílni és beszélni a problémákról. Sokan ugyanis nem tudják, hogy nem csak a testi betegségeket kell kezelni, hanem a pszichológiai, társadalmi és magatartásbeli problémákra is megoldást lehet találni. Egyrészt az ismeretek hiánya az, ami visszatartja a fiatalokat, hogy forduljanak megfelelő segítségben. Másrészt pedig, ugye a közösségi kommunikáció hiánya, nem beszélnek arról, szekírozni tud, persze arról, igen, arról tudnak beszélni, de arról nem beszélnek, hogy nekem is ez a probléma, neked is, igen, neked is, a harmadiknak is. Hát akkor ez talán egy ismert dolog, ez nem is olyan ritka. A szakmai bemutatkozással egy időben a Városháza mögötti téren játékos feladatokkal készültek a fórum önkéntesei az iskolásoknak. Az ügyességi és fejlesztő játékok mellett a Bajai Csillagvizsgáló munkatársai is sok érdekességgel várták a gyerekeket és családokat. A központ a Bajai Főiskola épületében működik majd, az ott zajló felújítások befejezéséig pedig az önkormányzat a Bartók Béla utca 5 szám alatt biztosított helyet a fórumnak. A berendezés és a felszerelés nagy része a héten már meg is érkezett a Semmelweis Egyetem jóvoltából. Az érdeklődők pedig már betekintést is nyerhettek a diákok segítségével az itt zajló játékos fejlesztésbe. Mindannyian felnőttek érzékeljük azt, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve a gyermekek, és hogy milyen kevés idő, koncentráció jut akár szülőként, akár nevelőként a gyermekeinkre, és nem hagyhatjuk, hogy ez így maradjon. Úgyhogy én polgármesterként, városvezetőként, szülőként is nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek. Az Ifjúsági Fórum központjában az egyes játékokat és szolgáltatásokat hétköznaponként délután 2 és este 8 óra között ingyenesen lehet kipróbálni. Az ajtó pedig minden segítséget kérő előtt nyitva áll. Egy közös kutatóbázis létrehozásáról írt alá együttműködési megállapodást a Bajai Szentrókus Kórház és a Semmelweis Egyetem. A Budapesti Intézmény Egészségtudományi Kara a kórházzal és a Bajai Ifjúsági Fórummal ezentúl közösen dolgozik annak érdekében, hogy a szakemberek itt helyben tudjanak tudományos munkát végezni. Az együttműködés részeként pedig a hallgatók Baján tölthetik a gyakorlatukat. Csütörtökön írta alá a két intézmény vezetője azt a megállapodást, amelynek értelmében a Semmelweis Egyetem új telephellyel bővül a Bajai Kórház területén.
Dr. Nagy Zoltán dékán szerint az együttműködés mindkét fél számára kedvező, mivel a kutatóbázis a gyakorlati egészségügyi munka és a szakemberképzés területén is nagy segítséget jelent majd. A mi hallgatóink járnak ide a Bajai Kórházba gyakorlatra, de nem csak az egészségtudományi kar hallgatói, hanem az általános orvostudományi kar hallgatói is jönnek gyakorlatra. Ez eddig egyoldalú áramlás volt, most viszont ennek a projektnek a keretében a tudományos együttműködés is megvalósulhat. Az egészségtudományi karon számos tudományos kutatási projekt folyik, és az itt dolgozó, egészségügyben dolgozó szakembereket ebbe szeretnénk bevinni. Az együttműködés létrejöttében nagy szerepet játszott a Bajai Kórház pszichológusa Hall Melinda, aki a Semmelweis Egyetem oktatója és kutatója is. Dr. Tóth Gábor főigazgató úgy fogalmazott, történelmi jelentőségű a pillanat, hogy a 225 éves Bajai Intézmény a 250 éves orvosegyetem egyik oktató és kutatóbázisa lett. A telepeihez tartozó helyiségeket és irodákat a diagnosztikai épületben alakították ki. Ezeket a következő hetekben rendezik be. Ez a három helység, amit bemutattunk, egyrészt a képzésnek ugye lesz a tárgyaló része, itt a másik kettőben pedig a megfelelő irodai munka, ami ehhez szükségeltetik. És a szakmai képzés, ez pedig kint az osztályokon fog történni. Ez a úgynevezett telephely, ez a tárgyi valóján ennek az együttműködésnek. Az ország legnagyobb egészségtudományi karán 3500-an tanulnak, és több mint 20 féle képzés közül választhatnak a hallgatók. Fercsek Robert polgármester úgy fogalmazott, a Bajai Kutatóbázis fontos mérföldkő a város életében, hiszen a fiatal szakemberek előtt nyitja meg a tudományos fejlődés lehetőségét. Az, hogy itt egy ilyen dolog elkezdődik Baján, ez szerintem nagyon jó alap arra, hogy nem csak az eszközeiben, nem csak az ellátás területei, tehát fizikai valójában, épület megújításban és egyebekben, hanem hát azt igazolja, hogy itt ennek a városnak talán forduló pontja van az életében. Tehát az a tendencia alakul ki, hogy ide fiatalok járnak vissza, vagy telepednek le. Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a város egyik legfontosabb intézményében az utóbbi években nagyszabású fejlesztések történtek. Majdnem 7 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg az elmúlt években itt a kórházban, amelyeknek egy része épületre, majdnem ekkora része műszerezettségre, a feltételek javításának a biztosítására költődött el, ha lehet így mondani. És most az, hogy a Szegedi Egyetem Egészségtudományi Kara és a kórház kötött egy megállapodás, ez azt jelenti, hogy a bajai, illetve a térségi szakemberek számára is megnyílik a lehetőség a tudományos élet felé. Az együttműködéssel a két intézmény a jövőben közösen indulhat el a pályázatokon, és egy pályaorientációs mentorprogramot is terveznek, amelyhez iskolai programok is kapcsolódnak majd, így kiemelt projektként kezelik a Bajai Ifjúsági Fórumot is. Kisorsolták a nyerőpiaci játék első nyerteseit. A Baja Vagyon ZRT által életre hívott kezdeményezést azzal a céllal indították el a hónap elején, hogy megjutalmazzák a városi piac rendszeres vásárlóit és eladóit. A játék első fordulójában csaknem 1000 szelvény közül sorsolták ki a díjazottakat. A vásárlók 30 ezer forint, míg a termelők 20 ezer forint értékű utalvánnyal gazdagodtak, amelyeket a piacon található üzletekben, illetve helyi szolgáltatóknál válthatnak be. A sorsolás a következő hetekben folytatódik, legközelebb 2 hét múlva szerda délelőtt választják ki a szerencséseket. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően új út épülhetett Vaskút és Bátmonostor között. A támogatásból nem csak a munkálatokat végezhették el, hanem a hozzájuk szükséges eszközöket is beszerezhette a két önkormányzat. A műszaki átadás augusztus végén megtörtént, csütörtökön pedig hivatalosan is felavatták az új útszakaszt. A projekt ünnepélyes átadását csütörtökön délután a településeket összekötő út közigazgatási határánál tartották. Vaskút önkormányzata Bátmonostor önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyújtott be külterületi közutak fejlesztésére és az út karbantartásához szükséges eszközök beszerzésére, amely pozitív elbírálásban részesült. Ennek keretében közel 120 millió forintot fordíthatott a két település útfelújításra, amelyet 20 millió forintos önrészsel kellett kiegészíteniük.
Ez egy régóta halogatott beruházás volt, hiszen még a 90-es években épült meg a Vaskutat Bátmanostorral összekötő út, és hát itt az idő múlásával az útnak az állapota leromlott, és attól tartottunk, hogy az időjárás miatt ez fel fog gyorsulni, ezért megragadtuk ezt a pályázati lehetőséget, ami önkormányzati utak felújítására nyújtott lehetőséget. A projekt keretében közel 3 kilométernyi útszakasz készülhetett el a rendelkezésre álló forrásból. A felújítás során a szükséges marások elvégzése után 5 cm vastagságú kopóréteg került az útra. A burkolat továbbra is 5 méter széles maradt, mindkét oldalán 1 méteres útpatkát alakítottak ki, és a mellettük található árkokat is kitakarították. Nagy jelentősége van, hiszen aki délről érkezik, és Vaskut irányába szeretne menni, az ezen az úton tudja megközelíteni Vaskut települést, illetve Gara települését. Egyfajta vérkeringés ez az út, és ennek a minősége nagyban befolyásolja az itt közlekedő embereknek az érzését, illetve biztonságát. Az átadón részt vett Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője is, aki értékelte a települések elmúlt 5 éves ciklusát is. Vaskúton is, és Bátmanoston is több olyan fejlesztés valósult meg, amelyek fontosak, hogy a Vaskúton óvodát, bölcsödét tudtunk átadni, megült az orvosi rendelő, utakat építette, közintézményeket sikerült, illetve sikerül megújítani, hiszen folyamatban is vannak fejlesztések, és ugyanígy Bátmanostoron is voltak és lesznek is fejlesztések. Az ünnepi műsor és a beszédek után Szűcs Tibor kanonok felszentelte az utat, majd az ünnepélyes szalagátvágás következett. A keretből az útépítéshez és karbantartáshoz szükséges eszközöket is vásárolhattak, többek között traktorokat, ágaprító, mulcsozó és mélyásó kotrógépeket is sikerült beszerezniük a településeknek. Több mint 10 000 szavaznak átjelentkezéssel októberben. Azok, akik a lakóhelyüktől távol bejelentett tartózkodási helyükön kívánnak szavazni, még 3 hétig benyújthatják kérvényeiket. A választáson csak az jelentkezhet át a lakóhelyétől eltérő másik magyarországi településre, aki legkésőbb a választás kiírása előtt 30 nappal létesített tartózkodási helyet, és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Az átjelentkezési kérelmeket október 9-én 16 óráig kell benyújtani a helyi választási irodához. Az átjelentkezéssel szavazók nem a lakóhelyük, hanem a tartózkodási helyük jelöltjeire szavazhatnak. 5 évvel ezelőtt több mint 18 000 jelezték, hogy átjelentkezéssel kívánnak szavazni. Megújult környezetben tölthetik a hittanórákat a Szent Istváni Általános Iskola diákjai. Az intézmény korábbi titkárságát az idei tanévben áthelyezték, a felszabadult terem pedig a választható tanóra helyszínéül szolgál majd. A felújított tantermet a helyi plébános szentelte fel pénteken. Szent képek és a Bibliából ismert ábrák, idézetek díszítik a felújított termet. A bajai Szent Istváni Általános Iskola vezetői az elmúlt tanév végén döntöttek úgy, hogy egy korábbi helyiséget átalakítva teret biztosítanak azoknak a diákoknak, akik hittan tanulnak az iskola falai között. Ez a mai nap egy mérföldkő az iskola életében, egy olyan dolog, amire mindig is emlékezni fogunk. Nagyon fontos volt számunkra, hogy az a több mint 80 diák, aki hittanórákra jár, római katolikus hittanórákra, azoknak legyen egy olyan helyük, egy állandó helyük, ahova hazatérnek, ahol nyugodtan tudnak tanulni. Pénteken délelőtt Gyöngyösi Balázs is meglátogatta az iskola tanulóit, aki köszöntőjét követően megszentelte a tantermet. A Szent Istváni templom plébánosa kiemelte, a 2019-2020-as tanév kiemelt szerepet játszik az egyház életében. Magyarországon 2020-ban eukarisztikus kongresszus ünneplünk. Ugye azt tudjuk, hogy utoljára 1938-ban volt Magyarországon eukarisztikus kongresszus, tehát most újból ez a nagy világesemény Magyarországra jön, és ez nagy öröm számunkra. Az eukarisztikus kongresszusnak az első momentuma egy nagy tömeges első áldozás lesz, amire a Baja Szent Istváni gyermekek is bekapcsolódnak. Nagyon fontos, hogy a nem egyházi fenntartású intézményekben is lehetőséget teremtsenek arra, hogy a fiatalok megfelelő körülmények között bővíthessék az egyházzal kapcsolatos ismereteiket.
mondta Csubák Népesesek Andrea. Keresztény ország vagyunk, és az oktatást, hogyha a keresztény szellem áthatja, az mindenképpen jó, és nagyon örülünk és hálásak vagyunk, hogy itt Baja Szent Istvánon az igazgató úr Gugán Antal biztosította azt, hogy a hittanoktatásnak legyen egy külön terme. A 2020-as eukarisztikus kongresszus nyitó rendezvényén az iskola 8 tanulója vesz majd részt a közös első áldozáson. Bajai indulói is vannak az idei magyar klip szemlének. A zenei videók szakmai versenye minden évben lehetőséget teremt arra, hogy a hazai előadók szakértő zsűri és a nagy közönség előtt mutassák be videóklipjeiket. Az idei negyedik szemlén több bajai illetőségű együttes, köztük a Heaven Hike és a Bunyevác kultúrát népszerűsítő Bácska Tambura zenekar is versenyre kelt a közönség díjért. Utóbbi zenekar Szeretlek én című dalához készített klipjében Baja nevezetességei is feltűnnek. A videóklipekre szeptember 25-ig lehet szavazni a verseny hivatalos weboldalán. Pályára lépnek csapataink, és szigetvári Mercedes is fontos versenyen szerepel. Így lehet röviden összefoglalni a hétvége sport kínálatát, amelyből a következő percekben szemezgetünk. A bajnoki rajt előtti utolsó felkészülési mérkőzését vívja pénteken a Bajai Bácska FKB csoportos férfi kosárlabda csapata. A bajaiak a pécsi VSK ellen gyakorolhatnak utoljára, jövő héten pénteken már az első bajnoki mérkőzés vár Cservék Csaba együttesére. Szombaton a második fordulóban idegenben lép pályára a Bajai KSE MB2-es férfi kézilabda csapata. A miénk a szatelitese elleni sikeres idény kezdetet követően a szezont 14 gólos vereséggel kezdő PVSK otthonában próbálnak meg újabb győzelmet aratni. Jól állunk. Már ez is jó nagy siker, hogy megnyertük az első meccset. Jó lesz ez. Megtippeltük, hogy az év végén ilyen dobogós helyezés fogunk elérni, és annak örülnénk a legjobban. A cselgáncsozóink közül ezúttal szigetvári Mercedesre vár nagy feladat. A Mogyi Bajai Judo Klub üdvöskéje egészen Üzbegisztánig utazik, ahol a helyi Grand Prix tehet újabb lépést az olimpiai kvalifikáció felé. Hát én bízom benne, hogy sikerül egy jó eredményt elérni, és akkor tényleg még egy lépcsőfokkal közelebb áll, de ugyanakkor azért én azért szeretek a földön járni, azért még van egy jó pár verseny hátra az olimpiáig. Vasárnap délutánra pedig egy labdarúgó mérkőzés marad. A megyei másodosztály déli csoportjában szereplő Bajai SK a Bács-Borsódot fogadja a Vasvári Pál utcai sporttelepen. Kok Tamás együttese 2 győztes mérkőzést követően készül az összecsapásra, amely 16 órakor kezdődik a Vasváriban. Most pedig egy rövid összefoglaló mai híreinkből. Fejlesztő közösség. Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Bajai Ifjúsági Fórum. Tudományos és szakmai együttműködés. A Bajai Kórházban működhet a jövőben a Semmelweis Egyetem egyik kutatóbázisa. Új úton. Mintegy 140 millió forintból újulhatott meg a Vaskót és Bátmonostor közötti külterületi útszakasz. Kedves nézőink, a Bajai Televízió eheti utolsó híradóját látták, friss összeállítása a legközelebb hétfőn este 6 órakor jelentkezünk majd ismét. Nem sokára elmondjuk, milyen időre számíthatunk a hétvégén, és a Duna vízállásának adatai is megjelennek a képernyőn. Én a műsort készítő kollégák nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hajnalra a Dunántúl egyes részein párássá válhat a levegő. Érdemi csapadék nem lesz, legfeljebb délután alakulhat ki északkeleten egy-egy jelentéktelen zápor. A déli esre forduló szelet a Kisalföldön kísérhetik élénklökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 22 fok között várható.